Bérekre, járulékokra, rezsire, működési költségre, valamint készletfinanszírozásra is fordíthatják a járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozások a 10 millió forintos kamatmentes újraindítási gyors kölcsönt. Erről beszélt a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály azt mondta, hogy a cél az, hogy a gazdaság újraindításához és munkahelyek teremtéséhez a magyar KKV-k is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá. A hitel törlesztését csak 3 év múlva kell elkezdeni, Varga Mihály szerint ez időt hagy a vállalkozásoknak a munkára. A gazdaság újraindítási akcióterv legújabb lépése a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön. A pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt a kis és közepes vállalkozások által felvehető 10 millió forintos és 10 éves futamidejű kamatmentes hitel részleteiről. Mint mondta, a kölcsön törlesztését csak 3 év múlva kell elkezdeni. A felvett összeget pedig bérekre, juttatásokra, rezsire, működési költségre és készletfinanszírozásra is fordíthatják a vállalkozások. A kormány 100 milliárd forintot különített el a gyors kölcsönre. Varga Mihály leszögezte, a gazdaság újraindításához nem elég a korlátozások feloldása, forrásokra is szükség van. A kamatmentes újraindítási gyors kölcsön ebben nyújt fontos segítséget a legkisebb vállalkozásoknak. A cél az, hogy a gazdaság újraindításához és a munkahelyek teremtéséhez a magyar kis- és középvállalkozások is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá. A Nézőpont Intézet igazgatója az M1-en arról beszélt, hogy a magyar gazdaság 2021-ben a vártnál is nagyobbat nőhet. Más országokban válságot kezelnek, a Magyarországon viszont már az újraindítás van a fókuszban, tehát a vírusválság utáni lépésekre koncentrál már a kabinet. A 2021-es évet akarja megnyerni, és nem a 2020-as év problémáit kezelni 21 elején. Ez egy minőségi különbség, ha németekre, franciákra, vagy éppen a dél-európaiakra nézünk, ott sokkal inkább a válság fordozatásának a ügyei vannak napirenden még. A Média Nézőközpont elemzője Rotyis Bálint pedig arra emlékeztetett, hogy a kormány továbbra is a munkára és a beruházásokra építi a gazdaságot. Ugye csak a tavalyi évben több mint 1400 beruházást támogatott a magyar kormány, tehát ilyen értelemben ki lehet azt jelenteni, hogy a gazdaságvédelmi intézkedéscsomag, ami a munkahelyek megtartását, a vállalkozók támogatását jelentette, ezt a célkitűzést a kormány teljesítette. A következő feladat az, hogy most ebből a relatíve pozitív állapotból, amit sikerült európai viszonylatban elérni, a következő években a magyar gazdaság ki tudjon törni, és újra visszálljunk arra erős felzárkóztatási útra, amit 2019-ben sikerült elérni. A vakcinák érkezésével a védekezés átadta a helyét a gazdasági újraindításnak, szögezte le a miniszterelnök, és további nagyszabású intézkedések terveiről is beszélt. Április elején meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek elsősorban a magyar felsőoktatás kutatásfejlesztés átalakításáról szól majd. 1500-2000 milliárd forintról beszélünk, és körülbelül július 1-én meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, meg tudjuk hirdetni azokat a nagy fejlesztéseket, amelyek a teljes magyar energiarendszer korszerűsítéséről, amely a zöld gazdaság kiépítéséről, amely a körforgásos gazdaság kiépítéséről, és egy teljesen új agrár- és vidékfejlesztés, egy soha nem látott nagyságrendű agrár- és vidékfejlesztési program meg elindulásáról szól. Az elemzések szerint a védelmi intézkedéseknek köszönhetően a gazdasági visszaesés jóval enyhébb volt tavaly, mint a legtöbb uniós tagállamban, és megteremtette a lehetőségét annak, hogy 2021-ben akár a 4%-ot is meghaladhatja a gazdasági növekedés.